Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szent Mártonnak ünnepén, égő lámpást viszek én, világítson mindig nekünk, ahol járunk, hova megyünk. Óvodánkban 2002 óta hagyomány, hogy így november 11-e környékén, illetve az ahhoz legközelebb eső napon megünnepeljük Szent Márton napját. Az idén is megrendezésre kerülő mártonnapi lampionos felvonulás minden évben látványos program, és ahogy ezt a mai napon is láthattuk, szép számmal összegyűltünk. Ez a felvonulás helyet kapott a mezőberényi települési értéktárban is. Márton napja a 40 napos karácsonyi böjtöt megelőző utolsó nap. A német nyelvterületekről ismert lámpás vagy fáklyás felvonulás, az úgynevezett Martins Umzug, szintén Szent Márton emlékét hivatott őrizni, és a jó cselekedeteket jelképező fényt kívánja eljuttatni mindenkihez. Óvodásaink, és úgy gondolom, hogy az iskolában is megemlékeztek erről az ünnepről, Márton nap előtt lámpásokat készítettek a csoportokban. A lámpások minden csoportban más funkciót töltenek be. Az előkészületekbe a szülők is bekapcsolódhatnak, de sajnos most a jelenlegi vírushelyzetben ez nem történt meg, erre nem volt lehetőség. Szent Márton jósága, önzetlensége mereget áraszt a szükséget szenvedők szívében. Meséltünk életéről, jó cselekedeteiről, kiemeljük az emberek iránti szeretetét, illetve segítő szándékát.
A fényt, a meleget a gyerekek lámpásokkal jelképezik. Elmeséljük a Márton legendát, megismerjük a néphagyomány szerinti libás közmondásokat, ételeket, libazsíros kenyeret kóstoltak, verseket, mondókákat, énekeket mondogattunk, tanultak. Saját készítésű, liba formájú mézes kalácsot sütöttek a csoportokban, mert ugye a mondás szerint, aki Márton napján libát nem eszik, az egész évben éhezik. Szent Márton amúgy katonaember volt, az ő életének megismerésével fejlődik, pozitív irányba terelődik a gyermekek erkölcsi értéke, megismerkedhetnek a jószívűség, a segítőkészség, az empátia, Isten és embertárs iránti szeretet fontosságával. A lámpások így a jó cselekedeteket szimbolizáló fényt juttatják el az emberekhez. Sajnos az idei felvonulás alkalmával a kínálás elmarad, tekintettel a vírushelyzetre szervezőként nem vállaltuk a felelősséget az esetleges megbetegedések miatt. Köszönjük a megértésüket, és bízunk abban, hogy a következő években visszatérhetünk a már megszokott hagyományos zsíros kenyér merette a forradból mízes kalács kínáláshoz. Nagyon szeretném a szervezők nevében megköszönni a segítséget az Orlai Petri Csoma Könyvtár Muzeális Gyűjteményi és Művelődési Központ vezetőségének, illetve a dolgozóknak, a Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetőségének, a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Kollégium Általános Iskola Nevelőközösségének és diákjainak, a Mezőberényi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium Nevelőtestületének és diákjainak, a rendőrségnek és a polgárőrségnek a biztonságunkért, az önkéntes tűzoltóknak és a Mezőberény 17 Kft-nek a tűzgyújtás lehetőségét, illetve a legalább alapfokú művészeti iskola zenés táncházát. Én nem is húzom tovább az időt, szeretnénk, hogyha a tűzoltók akkor meggyújtanák a tüzet,